Jó napot kívánok! Az elmúlt időszakban többen javasolták, sőt sokan javasolták, hogy tartsak évértékelő beszédet, mert minden valamire való politikus tart ilyet. Én eddig nem tettem, de azt gondolom, hogy talán idén mégis meg kell tenni, hiszen egy különleges év volt, egy különlegesen nehéz és rossz év múlt el, amelyik különlegesen megmutatta azt, hogy mi a különbség a kampány és a kormány között. Különlegesen megmutatta, hogy mi van akkor, hogyha egy országnak kormánya helyett kampánya van. És természetesen különlegesen fontos lesz a most következő év is, akár évtizedekre is meghatározhatja ennek az országnak a sorsát. Ebben az évértékelő beszédben három dologról szeretnék beszélni. Természetesen muszáj értékelnünk a koronavírust, és azt, hogy mit tett ezzel a kormány, és hova jutott el ez az ország a koronavírus járvány alatt. És emellett szeretnék beszélni azért sikereinkről is, hiszen voltak ebben az évben sikerek is, és nyilvánvalóan harmadrészt szeretnék beszélni, hogy mi várható ebben az évben. Ha a koronavírusról beszélünk, akkor a végéről szeretném kezdeni. Néhány napja a miniszterelnök egészen elképesztő kijelentéseket tett. Azt mondta, hogy kivédtük a második hullámot, és azt mondta, hogy a magyar egészségügy meg sem rendült, nemhogy nem omlott össze, hanem meg sem rendült a járvány alatt, pedig ő bárhova néz a környező országokban, összeomlottak az egészségügyek, a magyar egészségügy viszont meg sem rendült. Ez természetesen nem igaz, és hogyha össze akarnám foglalni, hogy mi történt itt Magyarországon a védekezés kapcsán, akkor azt lehet mondani, hogy a kormány propagandával próbálta meg legyőzni ezt a járványt. Ez a járvány nagyon sok rosszat tett, de egy dolgot legalább megmutat, ezt a kormányt egyetlen egy dolog érdekli, a hatalmának a megtartása. Hogyha visszatekintünk, hogy mi történt ebben az évben, onnantól kezdve, hogy lehetett tudni, hogy megjelentek az első fertőzöttek nálunk is, akkor azzal kell kezdeni, hogy már abban a pillanatban nagyon sokat lehetett tudni a vírusról. Voltak óceánjárók, ahol nagyon egyértelműen modellezni lehetett, hogy hogyan terjed a járvány. Nagyon jól ki lehetett számolni, hogy mi történik akkor, hogyha semmilyen védekezést nem teszünk. Ezt tette a kormány is. Te kért egy adatot, megkérdezte a miniszterelnök a szakértőket, hogy mi történik akkor, hogyha nem védekezünk. Jól lehetett tudni, hogyha nem védekezünk, akkor a betegeknek az 1%-a meghal, minimum 1%-a meghal, és jól lehetett tudni, hogy a betegek 5-10%-a nagyon-nagyon súlyos betegségen fog átesni. Ugyanakkor, mint minden kormánynak, a magyar kormánynak is ott volt a dilemmája, hogy mi van akkor, hogyha nagyon súlyos és nehéz járványügyi intézkedéseket vezet be, de ennek természetesen megvan az ára, megvan az ára, megvan a gazdasági ára, és megvan az emberek lelkében fizetendő ár. Egy ilyen dilemmával nagyon sok kormány szemben állt, azonban a magyar kormány egészen nyilvánvaló, hogy a kezdetektől fogva ezt úgy akarta megoldani, hogy hazugságokkal, titkolózásokkal, propagandával el fogja majd titkolni az emberek előtt a valódi helyzetet, és amennyire lehet, semmilyen intézkedést ne kelljen neki bevezetni. Ezek nagyon súlyos szavak, de ha visszanézünk, a tények igazolják, hogy kezdetben a miniszterelnöknek esze ágában sem volt bármilyen járványügyi intézkedést meghozni. Tények igazolják, ha visszaemlékszünk, az utolsó pillanatig verte az asztalt, hogy nem hajlandó például az iskolákat bezárni, lezárni, nem hajlandó semmilyen lezárásra. De ha visszaemlékszünk arra, hogy hány lélegeztetőgépet vásárolt a kormány, ez is azt igazolja, hogy gyakorlatilag nem készült arra, hogy bármilyen érdemi járványügyi intézkedést bevezessen. Azt próbálta, hogy majd okosabb lesz a világnál, és mi megússzuk úgy, hogy semmilyen lezárást ne kelljen tenni. Bízott abban, hogy majd katonákat küld a kórházakba, kitiltja az információt a kórházakból. Bízott abban, hogy majd propagandával megpróbálja az emberek elől eltitkolni a valóságot, mert azt is tudta, kiszámoltatta, hogyha minden nagyon-nagyon rosszul alakul, akkor
50-60 ezer halott lesz ebben az országban, és azt gondolta, hogy ezt majd menedzselni lehet, ezt az emberek között majd el lehet fogadtatni, el lehet titkolni számokat, máshol is halnak meg az emberek, ezt kell majd sugalni, és eltitkolja a számokat, kozmetikázza a számokat, túl leszünk ezen. Van egy másik bizonyíték is, az egészen gyalázatos intézkedés volt a kórházaknak a kisöprése, amikor azt mondta, hogy ürítsünk ki a kórházat és küldjünk haza magatehetetlen embereket, akkor is lehetett látni, hogy ők azzal számolnak, hogy nem fognak valódi járványvédelmet tenni. Ehhez képest, hála Istennek, az ellenzéknek a rendkívül erélyes fellépése kikényszerítette azt, hogy az utolsó pillanatban félrerántsa a kormányt, és az utolsó pillanatban meghozzon olyan intézkedéseket is, amelyek népszerűtlenek lehetnek. Természetesen ebben közrejátszott az is, hogy mérték az emberek között az emberek félelmét közvéleménykutatásokkal, mégis azt gondolom, hogy büszkének kell lennie az ellenzéknek arra, hogy végül időben, viszonylag időben meg tudott még hozni intézkedéseket. Sajnos ennek ellenére Magyarország a környező országokhoz képest egészen rosszul teljesített, azzal a több száz halottal, akiknek nem kellett volna meghalniuk, azonban így is átmenetileg viszonylag lehetett sikerekről is beszámolni. Az a több száz halott azért volt sokkal rosszabb a magyar helyzet, mint mondjuk Szlovákiában, Csehországban, vagy Horvátországban, Szlovéniában, mert amit lehetett, azt a kormány elrontott. Nem kormányzott, hanem propagandával próbált meg mindent megúszni. Emlékezzenek arra, amikor a tiszti főorvos hónapokon keresztül azt harsogta, hogy nem kell maszkot hordani. A járvány legelején teljesen egyértelmű volt, szakcikkek alapján és a józanész alapján is, hogy a maszk hordása az igenis, hogy fontos. Azra is emlékezzenek vissza, hogy mennyire makacsul tagadták a teszteléseknek a szükségességét. Minden szakirodalom a legelejétől kezdve egyetlen egy dolgot javasolt a maszkhasználaton kívül, az a minél több tesztek elvégzése. A kormány azonban makacsul tagadta, sőt mind a mai napig makacsul tagadja ennek a fontosságát. Végül egy teljes félretájékoztatás és titkolózás történt hónapokon keresztül, amikor enyhült a járvány, akkor is egy egészen durva és egészen elképesztő sikerpropagandát folytatott a magyar kormány. Azt harsogta, hogy nálunk nem történt semmi, nálunk nincsen semmi baj, és emiatt jött az a második hullám, aminek pedig már egészen katasztrofális következményei lettek. A kormány nem készült fel a második hullámra, mindenki tudta, hogy jöhet ilyen, nem készült fel a kormány, ehelyett propagandával próbált az emberekben elhitetni, hogy nálunk minden jó, és nálunk nem történhetett katasztrófa. A katasztrófa sajnos bekövetkezett, 12 ezer halálesetnél tartunk. Nyilvánvaló, hogy a járványnak lehet halálos áldozata, de nem annyi, mint Magyarországon, nem történhet az, kellett volna annak történnie, hogy az egész világ összehasonlításával az egyik legrosszabbul teljesítő ország vagyunk, még a hivatalos adatok szerint is. Azonban mindenkit emlékeztetnék arra, hogy az úgynevezett operatív törzs nem hajlandó részletes adatokat közzétenni, emiatt ezeket az adatokat nem tudjuk ellenőrizni, és hatalmas különbség van a ilyenkor szokásos halálesetek száma között és a kormány által elmondott, bevallott koronavírusos halálesetek között. A második hullám tehát teljesen felkészületlenül érte az országot, de a félretájékoztatás és a titkolózás továbbra is folyt, és a második hullámnál már megtörtént az, amitől félni lehetett, késve hozott meg a kormány intézkedéseket, ez is okozta a rendkívül rossz eredményeket. El kell mondanunk, összeomlott az egészségügy. Az egészségügy összeomlása soha nem úgy történik, hogy egyik napról a másikra bezárnak a kórházak. Az egészségügy összeomlását a kórházakban lehet érzékelni. Amikor bevisznek valakit mentővel,
mert fuldoklik, de nem jut az intenzív osztályra, mert már nincs hely. Az egészségügy összeomlását akkor lehet érzékelni, amikor egy sürgős esetben két embernek kellene például újraélesztést adni, de mivel nincs elég szakápoló, ezért csak az egyik fogja megkapni az újraélesztést. Amikor három embernek kellene egyszerre egy plusz vénát biztosítani, de nincs elég szakképzett ápoló, aki azt a vénát meg tudja szúrni, azt hívják az egészségügy összeomlásának. Azt hívják az egészségügy összeomlásának, amikor STK-kba gyakorlatilag szinte képtelenség időpontot kapni, vagy csak nagyon sokára lehet időpontot kapni. A kormány ehhez képest azt hazudta, hogy mindenki meg fogja kapni a szükséges ellátást, és a miniszterelnök azt hazudja, hogy az egészségügy, a magyar egészségügy meg sem rendült. Persze, hogy ezt hazudja, az elején elment a kórházakba, ellátogatott, azóta nem látogat a kórházba, amikor egy fiatal orvos elmondta neki, hogy nincs elég ember, nem megy oda, hanem kívülről katonákkal lezárja ezeket az intézményeket, és belehazudja a kamerába, hogy ez az egészségügy meg sem rendült. Nagyon fontos beszélni, különösen fontos mai napon is beszélni arról, hogy amikor azt hazudja, hogy a gazdaságot megvédték, akkor nem figyel arra a sok százezer emberre, akik gyakorlatilag teljesen tönkrementek és minden tartalékukat felélték, nem segített ezeken az embereken. Pedig egyetlen egy dologba gondoljunk bele, 200 milliárdért továbbra is meg akarja építeni az atlétikai stadion, 200 milliárd forint, az 200 ezerszer 1 millió forint. Ha őt érdekelni a magyar emberek sorsa, és érdekelni azoknak a sorsa, akik a járványban nagyon nehéz helyzetbe kerültek volna, akkor ezeket a milliárdokat az embereknek adná, 200 ezer embernek, vendéglátósnak, művésznek, 1 millió forintot csak ebből a stadionból, ennek az árából kiadhatott volna. És végül, amikor erről az évről beszélünk, akkor meg kell emlékeznünk, nagyon fontos, undorító dolog, azok a lopások, amiket a járványvédelem kapcsán elkövettek. Emlékezzünk a kínai csodamasináról, ami 2,8 millió maszkot ígért havonta. Ehhez képest néhány százezret sikerült bele legyártani. A kormány egy fürkész cégtől, egy olyan cégtől, amelyik soha nem foglalkozott ilyennel, 210 millió forintért vásárolta meg, miközben adataink, bizonyítékaink vannak arra, hogy ugyanabban az időben ezt 21 millió forintért meg lehetett vásárolni. Lélegeztető gépeket átlagosan 20 millió forintért vásárolt, 360 milliárd forintért, miközben bizonyítékaink, evidenciáink vannak, hogy ezeket a gépeket fele és harmadáron is meg lehetett volna vásárolni ugyanabban az időben. Mégis ezután, a szörnyű év után szeretnék sikerekről is beszélni. Mondhatnánk azt, hogy nem voltak sikerek, de hogyha belegondolunk, igenis voltak. A politikában is voltak sikerek, mert jó néhány olyan pillanat volt, amikor végre meg tudtuk mutatni azt, hogy van Magyarországon ellenállás. A miniszterelnök azt szeretné mindenkivel elhitetni, hogy Magyarországon a magyarok csak ő mellette állnak. Azt szoktam mondani, hogy mi magyarok, minthogyha azok, akik nem támogatják a politikáját, nem is lennének magyarok. Igenis, mi magyarok meg tudtuk mutatni, hogy van ellenállás, és ezt erről nagyon fontos megemlékeznünk. Ezt a helyszínt is én nem hiába, nem véletlenül választottam. Voltak nagyon komoly tüntetéseink. A járvány alatt is megmutattuk, hogy lehet tiltakozni, lehet nyomást gyakorolni. Azok a százak, akik eljöttek ide hétről hétre, és dudával, kürttel zavarták a miniszterelnököt, és üzenték meg a miniszterelnököt, hogy elég volt a propagandából, az agymosásból, azok megmutatták mindenkinek, hogy mi az, hogy ellenállás. Úgy is, hogy a miniszterelnököt zavarta ez a tüntetés, kiküldte a rendőreit, egészen durva büntetéseket szabtak ki, ezeket szerencsére a bíróság most sorban eltörli. Kicsapták ezeket a büntetéseket, és mégis voltak több százan, akik megmutatták, hogy mi ez az ellenállás. Hogyha több tízezren lettek volna, akkor problémákat oldhattunk volna meg, akkor megakadályozhattuk volna a kórházaknak a kiürítését. Megakadályozhattuk volna, hogy a járvány alatt szétlopják, a járvány ürügyén szétlopják továbbra is az egészségügyet. De mégis megmutattuk, hogy mi az az ellenállás.
megmutattuk akkor is, amikor több tízezer ember gyűjtötte a hazug konzultációs íveket, amik valójában manipulációs propaganda ívek voltak. 260 ezer ívet összegyűjtöttünk. Nem lehetett az a célunk, hogy versenyezzünk a kormánnyal, hiszen a kormány nem engedi, hogy ellenőrizzük, hogy ők hány ívet kaptak vissza. Kértük, határozottan kértük, nem engedték meg. Ezért nem az volt a célunk, hogy versenyre keljünk az ívek számával, hanem az volt a célunk, hogy igenis nagyon sokat gyűjtsünk össze. 260 ezer ívet szintén innen, a hegy aljáról több száz ember vitt fel a miniszterelnök hivatala elé, majd miután ezt megmutattuk, ezután elküldtük oda, ahova kell, elküldtük az újrahasznosító szeméttelepre. Ebben az évben sokan megmutatták, hogy mi az az ellenállás. Ilyen volt az Index szerkesztősége, akik a saját egzisztenciájukat feláldozva vagy veszélyeztetve egyként felálltak a szerkesztőségből, mert látták, hogy mi várna rájuk, látták, hogy szép lassan bedarálná őket a rendszer, és szép lassan alkalmazkodniuk kellene, mondhatnának még igazat is, csak már nem annyiszor mondhattak volna, ha ott maradnak, nem annyiszor mondhatták volna el az igazat, és nem úgy, ahogy szeretnék, és aztán egyre többet kellett volna hazudniuk. Ezt nem tették, hanem félretéve az egyéni érdekeiket fölálltak, és egy teljesen új utat kezdtek el járni. Voltak még ellenállók, ott vannak a színművészet és diákok, akik szintén sok mindent kockáztatva megmutatták, hogy mi az az ellenállás. Az ellenállás az az, hogy nem elmegyünk egyszer tüntetni, és hogyha nem sikerül, akkor legyintünk egyet, és azt mondjuk, hogy nem lehet itt mit csinálni, hanem azt mondják, hogy folytatjuk, és kitartunk. Ez az ellenállás, és ennek az évnek ezek a kiállások a legnagyobb sikerei, és ezek adják a legtöbb reményt a következő évre. Hadd beszéljek a kudarcról is, mert természetesen voltak kudarcok. Én kudarcnak éltem meg részben, hogy amikor az MTVA elé október 23-án meghirdettünk egy tiltakozást, egy tüntetést, akkor idézőjelben csak néhány száz ember volt ott. Azért idézőjelben, mert a néhány száz ember is megmutatta, hogy nagyon sokan értik azt, amit mondunk, nagyon sokan értik azt, hogy amíg propaganda van, amíg a propaganda gépezet működik, addig nem beszélhetünk valódi választásokról. Ha 100 000 ember lett volna ott, meg tudtuk volna oldani a propaganda kérdését. De az a több száz ember igenis felhívta arra a figyelmet, hogy amíg ezt nem oldjuk meg, addig nem nagyon tudunk megoldani semmit sem. De ez a tüntetés felhívta arra is a figyelmet, hogy csak önökön múlik, és csak mi rajtunk közösen múlik az, hogy le tudjuk-e győzni ezt a hatalmat. Erről szeretnék beszélni a harmadik részben. A harmadik rész az arról szól, hogy mi fog történni ebben az évben. És azt kell mondanom, hogy ez csak önökön múlik. Nem vagyok jós, nem tudom megmondani, mi fog történni ebben az évben, de azt tudom, hogy ez csak önökön, mi rajtunk múlik. Azon múlik, hogy önök közül hányan fogják felvállalni az ellenzékiségüket. Hányan lesznek, akik legalább a magánbeszélgetéseikben minél több embernek elmondják az igazat. Hajlandóak belemenni a vitákba azokkal az emberekkel is, akiket megtévesztett a propaganda hazugsága. Hányan lesznek önök közül, közülünk, akik nyíltan felvállaljuk az ellenzékiséget. Lesz-e minden településen, a legkisebb falvakban is olyan ember, aki nyíltan felvállalja, hogy ő az ellenzéket támogatja, rendszerváltást, kormányváltást és rendszerváltást akar. Hányan lesznek, akik hajlandóak lesznek a kampányokban segíteni az ellenzéket? A posta nem fogja kivinni azokat a szórólapokat. Hányan lesznek, akik kiviszik majd ezeket a szórólapokat? Hányan lesznek, akik kiállnak az utcára, és megmutatják az embernek, hogy ott van az embereknek, hogy ott van az ellenzék, és mást akar, és változást akar. Nagyon fontos, hogy hányan lesznek, akik beülnek a választókörökbe, a szavazókörökbe, és ellenőrzik a csalásokat. Ha mindenütt ott van 2-3 ellenzéki, aki látja és tudja figyelni a csalásokat, akkor a kormány a végén nem fog tudni csalni, mert a végén akárhogy beleavatkozik a számítógépes rendszerben, hogyha mindenhonnan megvannak a számolási ívek,
akkor az összesített adatokat egyszerűen nem lehet elcsalni. Természetesen a felelősség nem csak önökön van. A felelősség a ellenzéki politikusokon, a pártokon is ott van. Az, hogy hogy fog sikerülni ez a 2021-es utána, hogy fog sikerülni 2022, ez rajtunk politikusokon is múlik természetesen. Rajtunk is múlik, hogy megtaláljuk-e, hajlandóak vagyunk-e megtalálni a legjobb jelölteket, az olyan jelölteket, akiről el is hiszik emberek milliói, hogy valóban változást akarnak, változást fognak hozni, és változást tudnak hozni ebben az országban. Rajtunk is múlik, hogy meg tudjuk-e szervezni magunkat, megtaláljuk-e azokat az embereket, azt a több tízezer embert, aki hajlandó tevékenyen is részt venni a választási sikerért. És rajtunk is múlik, hogy annak ellenére, hogy most nagyon el vagyunk foglalva az pozíciók elosztásával, ami egy nagyon fontos dolog, legyen egyesség a pártok között, de hajlandóak vagyunk-e még ebben az évben odafigyelni a játékszabályokra, legalább azt elérni, hogy tovább ne roncson a játékszabályokon a kormány. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Egy nehéz éven vagyunk túl, és egy nagyon nehéz év következik, de muszáj elmondani, mert igaz, hogy évtizedekre meghatározhatja azt, hogy mit fogunk ebben az évben tenni.